Sziasztok, Marika vagyok. Burgonya krémleves fog készülni. Elmondom, hogy mit készítettem ide, és hogy minek mennyi a súlya. Ez a burgonya, ez 1 kg 10 deka, tehát 1500 g. Egy jó nagy vörös hagymát összevágtam. Kettő kisebb fokhagyma volt, de hát lehet, hogy egy jó nagynak megfelel. Színes bors fog hozzá kerülni. Mivel nincs itthon paradicsomom, de aszalt paradicsomom van, úgyhogy olyan ekkora kis, ilyen 5 centis kis paradicsomaink vannak a kertbe, azt szoktam aszalni, az körülbelül 4 darabnak megfelelő ez az aszalt paradicsom. Ugye majd minden bort mixerezve lesz. Húsleves kocka, amit szerettek, én azt a világosabb fajtát szeretem, aminek olyan világos sárgás színe van a kis dobozzának. Na, abból 2 darab kell ehhez a mennyiséghez, mert most ez dupla adag. És akkor még elmondom, hogy mit raktam ide. A színes borsot azért raktam külön, mert majd a hagymához fogom rátekerni, az ilyen nagyobb szemcsés, hogy süljön át jól. Só, ételizás ittő nem kell, ha nem szeretitek. Akkor ott babéllevél van egy picike középen. Ez majoranna, nem rakok sok majorannát, mert az én hasamnak nem esik jól. Ez egy teáskanállal lehet, ez pedig kömény, az is olyan csapott teáskanállal lehet, és jó sok petrezselyem zöld, hát lehetne még több, de ennyi elég lesz. 200 g tejfölt fogok használni, ehhez lehet, hogy egy kis lisztet rakok, majd meglátom, hogy mennyire lesz sűrű. Aztán, hogy ez a 2 liter víz elég lesz-e, ha nem, akkor majd úgy is mondom. Nem mondom a lényeget, 2 evőkanál szőlőmag étolajam van most itthon, nem szőlőmagolaj, mert annak literje aranyárnál is drágább, 50 ezer forint körül láttam, tehát szőlőmag étolaj, úgy van írva. Mert többen odaírtátok, mikor az egyik videóba kérdeztem, hogy használtok-e, és akkor mondjátok, írjátok, hogy szőlőmagolajat használtok ti is. De hát ugye ez szőlőmag étolaj volt, hát úgy néztem, be is rágtak azok, akiknek odaírtam. Lehet, hogy csak egyszerűsíteni akartak, de ugye nem mindegy, mert ez kerül 4000 forintba literje, az meg 40-50-60. Ugye gondolom, az csak a magból ki van préselve, eleve, hogy az olyan drága, mint a méreg. Az csak azt tudja megvenni, aki milliómos, vagy egyszer veszünk egy kicsit, egy 2 deciset, hogy kipróbáljuk, mert amúgy nagyon egészséges. Na mindegy, itt van körülbelül 2 evőkanálra való, és egy pici zsírt is rak. Na, ezt a hagymát megdinszteljük egy kicsit, ezt bele a fokhagyma, a színes bors és a paradicsom. Múltkor itt voltak a lányom, még ugyanezt a levest készítettem, annyira oda voltak érte, hogy csuda. Általában krémlevest készítek, csak nagyobb ünnepekkor készítek húslevest. Karácsony, búcsú, húsvét. Tehát ami olyan nagyobb ünnep, amikor az egész család együtt van. Egy kicsit tisztelek mindent. A húsleves kockát azt belehuppantom. Szép is nyomom. És akkor jöhet rá a burgonya. És hozzákeverem a fűszereket. És ráöntöm a vizet, amennyit elbír ez az edény. Ez egy elég nagy edény, nem néz ki nagynak, de olyan kis szűk, 20 centi lehet, de 5 literes. Egy kicsit vizet hagyok a tejfölhöz. Körülbelül így is lesz. Ennyi kell nekünk, ez 3 liter csurig ez az edény. Csurig 3 liter, ennyi el szokott fogyni hetünknek, mert nem eszünk nagyon sokat. Aztán, ha kicsit több lesz, akkor ugye azt majd másik edénybe rakom, és akkor még azt is föl lehet tálalni.
Az embernek nincsenek olyan nagy erényei. Ez jó nagy, de magas, úgyhogy a hűtőbe ez nem fér így be. Tehát ebben nem tudom tárolni. Mert ugye nem aznap készítem, hanem előtt a nap, és akkor lehűl, és akkor megy a hűtőbe, még nem is hűl ki teljesen. A petezselyem zöldet, majd mikor már forrt egy kicsit, puhult a burgonya, akkor fogom hozzáadni, mert a petezselyem zölddel együtt fogom lemixerezni, hogy egy kicsit menjen szét, és akkor nem lesz olyan halványka az egész krémleves. Majd jövök. Minden megfőtt, belehúztam a petezselyemet, és akkor most le fogom mixerezni, és akkor utána adom hozzá a tejfölt. Ha kell, majd meglátom, hogy mennyire lesz sűrű, és akkor még lisztet rakok a tejfölhöz. Nagyon sótlan. Kicsi só. És rakok bele egy csapott evőkanál, ez egy ilyen jó nagy evőkanál, lisztet a tejfölhöz. Jól kikeverem, mert én úgy nézem, hogy még azt elbírja, és még lehet, hogy az összes vizet hozzáborítom. Ha felfor, akkor levesz szűrőn bele fogom szűrni ebbe az edénybe, amit mutattam, ami 3 liter csurig. És ugye néha mondom, hogy jó lesz, nem lesz jó, ez azért van, mert ugye én nem méregettek annyira mindent minden alkalommal, ha csak úgy saját magunknak elkészítjük, akkor ugye nem mérem. Csak hív-húf bele, és azért ilyenkor nem tudom pontosra, hogy ez úgy jó lesz-e, meg amúgy is, ha más burgonyát használtok, vagy más, mindenből mást, ugye akkor eleve, hogy nektek is gondolkodnotok kell, hogy most így jó lesz-e, vagy kell egy kicsit több liszt, vagy egy kicsit kevesebb víz. Úgyhogy ez azért van, nem azért, mert az ember nem tudja, hogy mennyi, miből mennyi kell. Majd jövök. Én ezeket a krémleveseket akkor is szeretem így szűrőn át szűrni, hat engedni, ha nem jönnek az unokák. Mert ugye egy pici darab fokhagyma a botmixernél rácsúszhat. Na, hát az katasztrófa lenne a papának. Szeretjük a fokhagymát, mindent szeretünk, de meglepetés nem. Ezt így megcsinálom az egészet. Ha nem fér bele, akkor majd még egy külön edénybe, de szerintem bele fog férni. Nagyon jól eltaláltam a mennyiséget. Nézzétek meg, ennyi lett. Egy kis süreje van a petezselyem, meg hát fogalmam nincs, az a sárga, talán a delikát. Nem tudom, pedig nem is sok delikátot raktam, de szerintem annak a sárga része, az a sárga répa darabkák. Nem tudom, holnap tudok-e majd videózni, ugye itt lesznek az unokák, ő mondjuk a fiaméknál ott lehet, nem zavarja őket, de hát ha elmarad, hogyha nem arra koncentrálok, úgyhogy el is búcsúzok tőletek. És egy kicsit még elölhagyom, és akkor megy a hűtőbe. Majdnem 3 liter lett. Ez biztos, hogy elég lesz nekünk. Úgyhogy ilyen kis bogyóval esszük, de lehet hozzápirítani kolbászt, aki amit szeret. Írjatok kommentet, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is, legyen szép napotok, sziasztok!